Boszorkány, pestis doktor vagy éppen angyalka, pislákoló ördögszarval. Többek között ilyen jelmezeket vettek fel Bikalon, kicsik és nagyok szombaton. Farsangi felvonulást, ünnepséget szerveztek a településen az ott élők. Közös megegyezéssel megszerveztük ezt az első bikali felvonulást, a farsangit. Hát most azért öltöztünk ennyien itt Boszorkánynak, mert készülünk egy meglepetés tánccal, a kiszebábunkat végig tolnánk a falun, és amikor elégetjük, akkor táncolnánk neki egyet, hogy menjen már el a tél, meg a minden, és szeretnénk a jó időt. A télűzés előtt azonban elindult a menet, elől a talicskára rögzített szalmabábúval. A helyi iskolához mentek, ahol játékok és egy vak lufi hajtogató várta a gyerekeket. Választottál már? Kutyát, nyuszit, teknős békát hajtogatott kérésre Lakatos Norbert a gyerekeknek. Bikon egy nagyon jó közösség van, és azt látni, ugye, hogyha egy kicsit körbenéztek, hogy itt azt a gyerekektől kezdve nyugdíjasokig itt vannak, tehát hogy minden korosztály képviseli magát, és hát együtt vannak az emberek, beszélgetnek, jól érzik magukat, tehát ez a legfontosabb egy település életében, ez egy nagyon jó közösségépít, egy közösség összetartó program és programsorozat. Tehát Bikon egyre több program van, hál' Istennek, és hát megjelennek rajta az emberek, és jól érzik magukat. Megmutatták a tantermeket, az iskolát belülről a leendő elsősöknek és szüleiknek farsangolás közben. Majd a menet visszaindult a gyülekező helyre, a polgármesteri hivatal mögötti térre. Itt teával, forralt borral és fánkkal várták a menetet. Majd tűzre dobták a kiszebábút, és a boszorkányok eljárták télűző táncukat.